A Nyíregyházi Egyetem stratégiájának alapgondolata a tudásfejlesztés és hasznosítás. A tudásfejlesztés célhoz illeszkedve a térség meghatározó oktatási és szellemi központjává szeretne válni az intézmény. A tudáshasznosítás cél pedig kifejezi azt a törekvésüket, hogy nem csak a tudás alkalmazásra, hanem annak gazdasági és társadalmi hasznosítására is törekednek. Köszöntöm a stúdióban dr. Schmelzer Erikát, a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Pedagógus Képzőközpontjának főigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindemellett tegyük hozzá, hogy az, amiről most beszélünk, nem csak a pedagógus képzés hallgatóiról szól, hanem a Nyíregyházi Egyetem valamennyi hallgatóját célozza ez a bizonyos projekt. Mik a legfontosabb elemei ennek a tudásfejlesztés és tudáshasznosítás projektnek? Igen, a teljes egyetemi polgárságot érinti, majd mert szeretném megemlíteni, hogy még oktatókat és adminisztratív dolgozókat is érint a pályázat. Ez egy pályázat keretében zajlik. A pályázat az EFOP 343-as pályázat tette lehetővé, hogy kiemelten, tehát egyrészt a tudásfejlesztés, tudáshasznosítás úgy általában az egyetemben, de kiemelten az idegen nyelvi képzésre fókuszálva és a nemzetköziesítésre fókuszálva olyan projektet, olyan programokat indítsunk, amelyek segítségével a hallgatóink a munkaerőpiaci kihívásokra könnyebben tudnak válaszolni, tökéletesebb az elhelyezkedési lehetőségük, és hát itt vagyunk az idegen nyelvnél, hogy ma már elképzelhetetlen egy diploma az idegen nyelv ismerete nélkül. És hát nem arról beszélünk, hogy arra biztatjuk a fiatalokat, hogy minél többen menjenek külföldre dolgozni, de idegen nyelvtudásra akkor is szükség van. Feltétlenül, hiszen a tudása az nemzetközi. Egyébként a képzés része is az idegen nyelvi szakmai anyag, és egyre inkább az kell, hogy legyen, és nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Két évvel ezelőtt dolgozták át minisztériumi szinten a képzési követelményeket, és abban már megjelent az a követelmény, hogy a hallgatóinak, minden felsőfokú intézményben tanuló hallgatónak a kreditek 10%-át idegen nyelven is biztosítani kell. Na most egy más kérdés persze, hogy a hallgató éle ezzel a lehetőséggel. Mi úgy készültünk, hogy szeretnénk élni a lehetőséggel, fölajánljuk a képzéseinkben a 10% idegen nyelvi tartalmat, és mondjuk ez a pályázat tette lehetővé, hogy ehhez kidolgoztuk a tananyagokat is. Mennyire motiváltak a hallgatók konkrétan itt a Nyíregyházi Egyetemen, miközben azt halljuk, hogy nagyon sokan azért nem tudják átvenni a diplomájukat, mert nincs meg a nyelvvizsgájuk. Most a jövő év annyiban fog változást hozni, hogy alapfeltétel lesz a bekerüléshez, tehát itt már azért lesz egy komoly váltás, de most még azért elég nagynak tűnik ez a szakadék ahhoz képest, hogy idegen nyelven is lehetne most már bizonyos szakokon tantárgyakat hallgatni. Igen. Hordozzunk egy örökséget, és a hallgató hozza magával a középfokú lemaradásait. Az egyetemen nem sok mindent tehetünk, természetesen igyekszünk pótolni a hiányt, képzéseket, általános nyelvi képzéseket, szakmai nyelvi képzéseket indítunk, de ha nem szerezte meg gimnázium az érettségi, körülbelül az érettségivel együtt, vagy annak azzal egy időben a középfokú nyelvvizsgát, akkor az egyetemen már nehéz lesz, minden mást fog csinálni, csak éppen nem az idegen nyelvi képzésével fog foglalkozni. Tehát az egyetem igazán nem tudja pótolni. Ezért is van az, hogy csak szabadon választható tantárgyként veheti fel az idegen nyelvet. Tehát magában a képzésben általános idegen nyelvi kompetenciafejlesztés nincs benne. Feltételezzük, hogy mindenki hoz egyfajta középszintű idegen nyelvi tudást. Amire mi szeretnénk a fókuszálni, az a szaknyelv. Tehát ott igen, ott tudunk segíteni, és ott muszáj is az egyetem felelőssége. De egyébként, ha ő nem szerezte meg a nyelvvizsgabizonyítványt, bizony gondok vannak. És valóban jövő évtől kezdve sajnos kevesebb jelentkezőre fogunk számítani, vagy tudunk számítani, mert ha nem hozzák a nyelvvizsgabizonyítványt, akkor nincs felvételi. Akkor nem kerülhetnek be. Melyek azok a szakok, ahol a legnagyobb érdeklődés mutatkozik az idegen nyelvű oktatás iránt?
a műszaki és a közgazdasági irányú szakok, és összefügg azzal, amit említettünk az előbb, hogy nem külföldre akarjuk küldeni a hallgatókat, egyszerűen a munkaerőpiac igényli az idegen nyelvtudást. Az mondjuk egy csecsemő és kisgyermekgondozó számára nem igazán fontos az, hogy angolul tudjon, de egy műszaki, mondjuk egy pilóta, vagy a műszaki, vagy agrártudományi területen igenis vannak kapcsolatok, van mit megtanulni külföldön, érdemes kimenni, érdemes hallgatóként kimenni, jó gyakorlatot átvenni, és nem csak a hallgatónak, hanem magának az oktatónak is folyamatosan tartani a kapcsolatot a külföldi egyetemekkel. Mennyire képzett az oktatógárda ahhoz, hogy ezeket a feltételeket meg tudja teremteni az egyetem? Alapvetően a PhD-hoz két nyelvvizsga kell. Tehát mindenki rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Természetesen van, aki a szakmájából adódóan kevesebbet használja az idegen nyelvet. Most az ő számukra mi biztosítjuk az idegen nyelvi csoport, biztosítja a nyelvi kompetencia fejlesztést. Tehát kimondottan oktatóknak kurzusokat indítunk, és többek között ebben a pályázatban, illetve ennek a pályázatnak a keretében is 9 kurzust tudtunk indítani. Ezek 60 órás kurzusok, tehát komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy az oktatók is mindig felkészültek legyenek. És nem csak oktatókat említett, hanem adminisztratív munkakörben dolgozókat is. Mi ennek a célja? A nemzetközi esítés, vagy a nemzetközi mobilitás az egy kiemelt területe, vagy fejlesztendő területe az egyetemnek. Fogadunk külföldi diákokat, de hogyha löveni célokat kitűzve, a hallgatóink 20%-ának külföldre ki kell majd menni Erasmus mobilitás keretében, de ugyanúgy fogadunk külföldieket. Egy külföldi diák könyvtárba megy, a tanulmányosztályra megy, tehát itt az itteni munkatársakkal napi kapcsolatba kerül. Tehát illik ismerni az angol nyelvet. 3 éves projektről beszélünk. Hol tart most a projekt, és mi mindent vállalt az idegen nyelvi központ ebben? Hát lassan a végére járunk, decemberben zárjuk a projektet, 19 decemberében. Sok szép eredményünk van, nagyon sok kurzus, tehát 9 kurzus indult az oktatóknak, az adminisztratív munkakörben dolgozóknak úgy szintén, különböző szinteken is felmenő rendszerben, hallgatóknak nyári intenzív kurzust, éppen most fejeztük be az idejét, és tananyagfejlesztések zajlottak, idegen nyelvi tananyagfejlesztés, aminek a bevezetése megtörtént már az elmúlt fél évben. Itt azért még számot is tudok mondani, közel 300 hallgatót érdekelte az az idegen nyelvi tananyag, amit a saját kurzusán belül, vagy annak keretében föl tudott használni. Hány tankönyvről, vagy nem tudom, digitális formában történnek ezek, vagy hány tantárgynak a tananyaga? Az idegen nyelvi az kimondottan 10 tantárgy. Ebben volt a művészet közvetítő egység, vizuális kultúra és az énekzene intézet, de környezetismereti témájú, közgazdasági témájú, szociálpedagógia, kisebbségszociológia, tehát egész színes volt a palettánk. Így a program végéhez közeledve már viszonylag látnak eredményeket is, gondolom. Miből látják azt, hogy volt értelme ezzel a programmal dolgozni? Igen, éppen ma rendszereztem a indikátorokat, tehát a tananyag felhasználóknak a számát tekintve én elégedett vagyok, és elégedettek vagyunk a lebonyolított kurzusokkal. Tehát én idegen nyelv tekintetében itt mérem, illetve a nemzetközi esítés kapcsán megrendeztük a 3. nyíregyházi tematikus egyetemet, nemzetközi tematikus egyetemünket, egyetemi napokat Erasmusszal, az Erasmus irodával közösen, amelyre Portugália, Finnország, Románia, Belgium, ott van egy brüsszeli egyetemmel nagyon régóta tartó kapcsolatunk, képviselői jelen voltak, új csatlakozunk, tehát
cél az, hogy minél több egyetemmel, külföldi egyetemmel tartsuk ezt a szakmai kapcsolatot. Legutóbb és legújabb szerzeményünk örömömre a Rivkomárom és Helyi János Egyetem, ahonnan szintén érkeztek képviselők. Főigazgató asszony, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.